hogy... A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége támogatásával az elmúlt időszakban görögkatolikus ugocsai édesanyák imádságos hétvégén vehettek részt Mária Pócson. A cél az volt, hogy a rendkívül nehéz mindennapokat élő asszonyok feltöltődhessenek lelkileg, hiszen a 10 hónapja tartó háború őket is rendkívül megviseli. Egyetlen egy, amiben bízhatunk, kezdettől végekig a szűzanya oltalma és a Jóisten őrült nagy szeretete irántunk, hogy megvéd, megóv minket és megtart minket. Úgy, ahogy most tudunk lenni, de nem hagy el bennünket. Semmi másunk nem marad, csak az Istenbe való hitünk. A batári Lőrinc Katalin szerint rendkívül fontos, hogy a helyi görögkatolikus egyház keretében összetartó közösséget alkotnak, akik minden nehézségben támogatják egymást. Az édesanyák szeretete megválthatja a világot. Hát nagyon reménykedünk abban, hogy eleve a szeretet és a megtérés, amire most mindenki, ugye mindenhonnan csak ezt halljuk, hogy nem elég imádkozni, nem elég böjtölni, hanem nagyon fontos, hogy megtérjünk. Nagyon fontos, hogy tényleg az Úrnak át tudjuk adni a gondjainkat, a problémáinkat, a félelmünket, és ezáltal talán kegyelmeket nyerünk. Én azt szeretném, hogyha minden édesanyja térden állva, mint ahogy ugye a Jónás könyvéből olvastuk, ahogy a Ninive példája, hogy minden édesanyja, mindenki térden állva könyörögne, hogy vége legyen már ennek a helyzetnek. Lődár Jenő batári görögkatolikus áldozó pap kiemelte, a tél mindenki számára rendkívül nehéz. Nem csak földi javakkal, hanem lelkileg is készen kell állni a megpróbáltatásokra. Kárpátaljános nagyon sokfajta feladat hárul az édesanyákra. Tehát onnantól kezdve, hogy mit tudom én, generátort el tudják indítani, tehát értenek a fűtéshez, a vízhez, de ugyanúgy azt az anyai szerepet be kell töltsék nap, mint nap, otthon maradnak a családdal, a gyerekekkel, helytállnak a mindenfajta ügyes-bajos dolgokban, és van egy lelki oldala is az egésznek. Tehát azt tudjuk, hogy azok a nehézségek, amik minket érnek, azok sok könnyebben elviselhetőnek, ha van egy belső tartásom, és azért van szükségünk töltekezésre. Tehát most ugye sok időt fordítunk arra, hogy amikor van áram a lakásunkban, akkor feltöltjük a powerbankokat, meg mit tudom én, vizet veszünk az edényeinkbe, hogy ha nehezebb időszak jön, és nem lesz áram, akkor tudjuk ezekhez nyúlni. Ugye a lelkünk is, hogy ha van egy nehéz időszak, akkor fel kell, hogy töltsük magunkat, mert majd ebből merítkezünk, majd ebből lehet majd táplálkozni, majd ehhez lehet visszanyúlni, és bizony ehhez a nagyon nehéz feladathoz látjuk egy közös beszélgetésekben, hogy a lelkileg megerősödni az elviselhetővé teszi, és élhetővé teszi azt a helyzetet, amiben vagyunk, vagy élnek ezek az édesanyák. Tehát nagy teher hárul rájuk, de a Jóisten segíti ebben őket. Az édesanyák a közös imádság mellett tartalmas előadásokon, szent misén vehettek részt, majd lelkileg megerősödve tértek vissza Kárpátaljára.